Mutatjuk, mit tesznek azzal, aki nem hord maszkot. Kiderül, hogy mit tudhat róluk a Facebook. Hogyan élték túl a tini lányok, hogy medvével találkoztak. És a tehetségnek tényleg nem áll az útjába semmi? Tartsatok velünk! Van egy olyan dolog, ami mindent tud rólad. Szóval az infókat csak okosan szórjad. Talán el nem fogadjuk, de mindent eltárul rólunk a Facebook. Talán te se tudod, hogy 5 évvel ezelőtt mit csináltál ebben a pillanatban, de okos adathalászok biztos megtalálják, ez vitathatatlan. Eleged van abból, hogy lehúzza a zsebed az apró, vagy hogy annyi reklám van a tévében, hogy a tények után jön egy napló, vagy hogy megint nincs meg a távirányító? Ne izgulj! Nem lesz ebből a gond, mert ezek a hétköznapi dolgok 10 éven belül eltűnnek, és pont. Biztos mosolyogtál már te is azon, hogy a papa vagy a mama nem tudja, mi az az Amazon. Te meg csak azt gondoltad magadban, hogy oh, boomer, ülj csak azon a padon. Annyi ilyen furcsa szót használnak mi fiatalok, hogy az öregek néha csak azt mondják, hogy én inkább ebből kimaradok. Ha például bekezdesz egy ilyen mondattal, hogy most speciálba teszem magam, és lemegyek a spanokkal, ők csak annyit mondanak, jó van fiam, egy kalappal. Street megpróbált a Facebook mélyére ásni. Hogy mit is tudhat rólunk? Emlékszik a teljes idővonaladra attól a perctől kezdve, hogy regisztráltál. Habár néhányan szívesen nézegetik vissza az emlékeiket az elmúlt évekből, sokan biztosan jobban örülnének, ha opció lenne a tárolt bejegyzések törlésére egy bizonyos idő után. Jelenleg viszont nincs lehetőség erre. 9. Emlékszik minden nagy életeseményedre, amit a Facebookon megosztottál. És végül 10. A Facebook tudja, hogy mikor és melyik videókat nézted meg rajta. A Facebooknak van egy listája az összes Facebookra feltöltött videóról, amit valaha megnéztél. Most láttam egy videót arról, hogy mit kell csinálni azzal, aki nem volt maszkot. Mit kell csinálni? Maszk ripaja! Maszk ripaja! Maszk ripaja! Maszk! Pala maszk! Maszk de! Mare, gajde paen tu si! Maszk ripaja! Maszk ripaja! Maszk ripaja! Maszk ripaja! Maszk ripaja! Maszk ripaja! Vannak olyan hétköznapi dolgok, amelyek hamarosan eltűnnek az életünkből. Szerintetek is? Az utóbbi évtizedben a bankkártyás fizetési rendszerek elképesztő mértékben terjedtek el a világban. Persze, a mai napig belefuthatunk egy-egy üzletbe vagy vendéglátóipari egységbe, ahol nem tudjuk használni a bankkártyát, de ez kezd meglehetősen ritka lenni. Mostanra szinte mindenki az ellen van, hogy készpénzt kelljen magunknál tartani. A világ kormányai és a bankrendszer egyre javítják az elektronikus fizetés minőségét, gyorsaságát, meg persze kényelmét, ami érthető. A készpénz ugyanis drága. Drága legyártani, drága tárolni és folyamatosan elhasználódik. Így az emberek kényelmén túl a pénzrendszer kényelme is a fokozatos leépítés mellett van. A virtuális pénznek is megvannak a maga problémái, de kevés érv hozható fel a készpénz megtartása mellett. Szakértők szerint a következő 50 évben teljesen eltűnhet a papír és fém alapú pénz használata, de a fejlett országokban ez a következő 25 év is elég lehet. Annó bélyeg albumot mutogattak, most meg kúró like van. Megmutatjuk azt, hogy hogyan reagálnak az idősek a mai szlengekre. Mert én most jelenleg kioffoltalak téged! Oké, boomer. Kúró like. Kunzor. Nem. Like. Hát a like az ismétlen vagy megosztani. Hát felcsíp valakit, nem? Hát az, annál többet jelent a kúró szó, hogy felcsíp. Az még csak az alap, hogy felcsíp. De akkor ez 18 éven felül. Igen, ez már... Hát ez valami olyan nem tetsző like jel, illetve valamilyen emoji jel lehet ez a kúró like. De azt mondom. Tök jó a csaj.
slangben. Lájkolunk, kurulájk, mit tudom én, hogy lájkoljál, hogy menjél valahova és lájkoljunk, vagy nem tudom, valami ilyesmi lehet. Meg kell néznem, nem tudom. Egy lány vagy fiú régebbi képének betettikelése, ojjaj, ami annak a jele, hogy átnyálasztod a fotóalbumait, és szeretnél többet tőle. Ojjaj. Hát közel jártam. Na hát így még nem láttam. Na majd alkalmazok. Hogy ezt mennyire használják, nem tudom, én nem használnám, de nem is hallottam senkitől még. Hát akkor magyarul ugyanaz. Dugniak, jobbucsanak. Hát az a többet hát akarja, akkor, nem az egy cifel fel a csatot, megmutassa a fotóalbumát. De úgy kezdtél. Mi régen a bélyegalbumra mentünk, igen, mert igen, akkor azt mutogatta az ember a bélyegalbumot. Gamer lányok életét akarták bemutatni. Botrány lett belőle. Just gonna make sure he's okay. Hogy medvével találkoztak. Idegfeszítő jelenet következik! Úristen! Nincs legyőzhetetlen akadály. Esőben balettozik. Annyig írja egy kisfiú. Hét nap alatt biciklizett haza Skóciából Görögországba, mert látni akarta családját. Elképesztő távot tett meg, több mint 3500 kilométert. Repülővel gyorsabb. A tehetségnek nem áll útjába semmi. Még az sem, hogyha nincsen fogad, és egyidős vagy az országúttal. Most még mutattál rá? Maradjál tudni, János, éppen felvétel van. Mi? Az a te kamera, éppen vesznek minket. Mi is a modern technológia? When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. A Versace meg motort is gyárt. Persze, Bende, persze. Egy pestvegyei családnál van éppen az Audi és BMW-s motorok mellett. A pénzügyőrök járőrözés közben lettek figyelmesek az eladásra kínált feltűnő asztalokra és székekre. Az eladó a márkavédett termékek származását, illetve a védjegy jogosult hozzájárulását igazoló okmányt nem tudta bemutatni. A védjegy magyarországi tulajdonosa szerint a szóban forgó márkák nem gyártanak bútorokat. Mi következik most? Jó, eszembe jutott, igen, így már láttam a kézlendítésedből. Hát a cuki kis állatos videó! A cuki nagy állatos videó! Thank you.
mára a YouTube híradó. Két hét múlva ismét találkozunk. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, ha pedig nagyon tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra. Sziasztok! Most visszakapunk!